foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles will remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on to me. Hold on, hold on. 2000-ben még Cash járt Jani bácsinak, volt egy gokárt iskolája, és édesapám mondta, hogyha jó lesz a bizonyítványom, akkor beirat gokárt iskolába. Hogy honnan jött a gokárt, nem tudom, hogy miért lett ez, de jó lett a bizonyítvány, hát ő meg beiratott. Aztán 2001-ben meg 2002-ben voltam egy ilyen gokártsuliba, és akkor 2002-ben járkáltunk ilyen dérgokártozgatni, meg stb. És ott jött hozzám egy kedves idős úriember, Béla bá, és ő mondta, hogy nekem már nem itt kéne mennem, hanem az OB-ban. Akkor ő segített így az első gokártot megszerezni, stb. És így kerültem bele ebbe a gokártos történetbe. 2003-tól indultam az országos gokártbajnokságban, illetve az MNAS gokártbajnokságában. 2006-ban bajnok lettem a K100 nevezetű kategóriába. Utána följebb váltottunk 2007-ben egy erősebb géposztállyal, meg egy erősebb gokárttal. Aztán egészen mentünk 2009-ig, amikor már úgy gondoltuk, akkor már ismertem egyébként a Ben Damie menedzseremet szimulátoron keresztül, és a 2009-es évet már vele együtt csináltuk úgymond végig. És akkor döntöttük el, hogy jó, akkor ez a gokárt be van fejezve, mert hát nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettük volna, és akkor mentünk át egy tesztre, az Euroringre, a GFS-hez, az Egonhoz. Ott eléggé meggyőző tempót tudtam mutatni, vagy nyújtani nekik, és azt mondták, hogy jó, hát akkor náluk kéne, hogy menjek. 2010-ben harmadik lettem a Suzuki-ba, a legjobb újoncként. 2011-ben megnyertem ugyanebben a kategóriában a bajnokságot. Aztán 2012-ben jött a Peugeot-s történet, amikor EB-n akartunk menni, de az autó az sehogy nem akart összeállni, úgyhogy az felejtős volt az egész szezon. 12-ben és 13-ban is ilyen felemás szezonom volt. Super 1-6-os Suzuki-kkal mentem, meg a Peugeot-val próbálkoztunk még, de aztán mindegyik C-vágányra futott, és 14-ben jött a régi Suzuki-kkal tulajdonképpen egy kicsit megújítva az RCM kupa. Azt 14-ben megint sikerült megnyerni. 15-ben volt egy felemás szezonom, ahol fél idényt az RCM-be, fél idényt a Swift Cup Europe-ba mentem. Ott a Swift Cup Europe-ba, ott harmadik lettem az év végén, úgyhogy a bajnokság hát később, mint a felétől csatlakoztam. 16-ban jött ugye az Octavia kupa, amit sikerült megnyernem. Úgyhogy az egy nagyon, nagyon jó kis bajnokság volt, mert vissza tudtunk menni a nemzetközi porondra, és végre egy elismert nemzetközi eredményt is fel tudok mutatni. Hát és 17-ben meg ugye pályás lehetőségek hiány jött a rally, meg jött az amatőr rally szezon, ami ugye az első teljes szezon volt így a rallyba. Magyar amatőr rally bajnokság, ezt én mindig is úgy hívom, hogy ez csak a nevébe amatőr, mert itt olyan pilóták, olyan kvalitású pilóták és olyan közösség van, az autókról nem is beszélve, hogy olyan technikák indulnak itt, hogy ezt semmiképpen sem nevezném amatőrnek, és nem is szeretem amatőrnek nevezni, hiszen szó nincs arról, hogy ez amatőr bajnokság lenne, vagy mind szervezésügyileg, mind mondom felkészültségileg a pilóták és az autók részéről, ez egy hihetetlenül komoly bajnokság volt. És abszolút nem gondolom úgy, hogy ez visszalépés lett volna számomra, hiszen egy teljesen új dologba vágtam bele, ami teljesen más, mint a pályaversenyzés volt. Nyilván itt is az alapoktól kell kezdeni, én úgy gondolom, végig kell itt is ugyanúgy járni a lépcsőfokokat, szerintem az első lépcsőfokokat, azokat megcsináltuk, úgyhogy majd idén meglátjuk, hogy feljebb tudunk-e lépni a Rally 2-be, én nagyon szeretném, és hát remélem az autó is fogja bírni, meg ő is szeretné. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle, dolgozunk rajta gőzerővel, hogy összejöjjön a teljes szezon Rally 2-be. Emellett még ugye próbálkozunk más lehetőségek után kutatni is, és sikerült múlt héten tesztelnem a Kakucsringen egy rallycrossos Mazdát, ami egy új sorozat lesz idéntől. Ezek egy MX-5-ös Mazdák széria motorral, hátsó kerékhajtás, nagyon kis kezes bárány és nagyon, nagyon könnyű.
jól is mutatnak a pályán, szerintem sok autó lesz, tehát egy ilyen 10-12 autó lesz ebbe a kupába, én úgy hallottam. Úgyhogy kíváncsi vagyok, várom, hogy mi lesz ezzel a dologgal kapcsolatban. Tudna párhuzamosan futni a két dolog, tehát a Rally 2, illetve a Rallycross. Kezes bárány az autó, hátsó kerekes, úgyhogy lehet vele keresztbe is menni, úgy a nézőknek talán egy kicsit nézői szempontból ez egy jobb dolog. De mondom, tehát a fő irányvonal az szerintem a Rally 2 és a Nissan. Szerintem a tapasztalataimat azt fel tudnám használni, mind a Rallyból, mind ugye a pályából azért több van, de most már szerintem úgy érzem magamban, hogy meg tudnám állni a helyem. Főleg hátsó kerekes autóval nem sokat mentem, tehát az mindenféleképpen egy kicsit újdonság lenne a számomra, de én úgy gondolom, hogy meg tudnám lépni azt, hogy akár egy bajnokságot nyerjek ott is, és el tudjam mondani azt, hogy három szakákban úgymond bajnok tudtam lenni. A rally az igazából mindig is vonzott engem egy kicsit, hiszen már amikor pályáztam, meg amióta versenyzek, azóta is így néztem rallis videókat, meg mit tudom én, tehát ilyenek voltak azért. Egy tök jó felkészülési formának tartottam ezt az egészet, úgy voltam vele, mint egy kicsit a Turán Fricivel tudnék így párhuzamon szőni, hogy ő is ugye ment pályán ralliba. Én is úgy voltam ezzel, hogy a ralliból nagyon sok dolgot át tudok vinni a pályára, és fordítva, hogy a pályából is a rallira, ami akár gyorsabb lehet, mint hogy itt keresztbe csúszkáljak, vagy mit tudom én. Úgyhogy a rally története az nagyjából innen jött. 2010-ben indultam először szilveszter rallin, még egy nagy polszkival, aztán hát az nem volt túl sikeres, de első rallis történetnek szerintem nem volt rossz. És 11-ben volt az, amikor már így saját magunk próbáltuk, akkor egy kettes golfal, és akkor konkrétan a 11-es szilveszter rally az úgy történt, hogy felhívtam a mostani navigátoromat, a tímártomit, hogy mondom, figyelj, 26-án talán, és úgy, hogy 28-án kezdődött a verseny, hogy figyelj, nincsen navigátorom, beülné? Hát igazából miért ne? Mennyi pénzt kell? Mondom, amennyit tudsz. Hozott kemény 17.000 forintot körülbelül az egész költségvetésbe, és innen indult el ez a történet, hogy akkor mi rallizzunk. Ez volt az idei volt, azt hiszem, nekem a 8., neki meg a 7. szilveszter rallia. Ő is ment egyébként még ezzel a kocsival 12-be, amikor én egy 9-es Evo-val mentem, vagy 8-assal. És akkor még fehér volt, meg akkor még hát nem ilyen formáját képezte. Nagyon, nagyon erőteljes eredményt ért el vele. Soha többet nem akart beleülni, mert rájött, hogy ez neki nem pálya. Utána még lementünk FRT-re, és ez neki nagyon tetszett, és akkor már egyébként ügyesen is vezetett, úgyhogy mondtam neki, hogy majd hogyha itt elérünk valami eredményt, akkor majd én tanítgatom egy kicsit, hogy legyen gyorsabb, na hát azóta nem ült benne, csak a jobb oldalon. Úgyhogy 13-ban, amikor elkészült az autó, akkor indultunk először rally sprinten, akkor még ugye sprintnek nevezték, meg mit tudom én, Királdon. Úgy oda mentünk, hogy fú, szétrúgunk mindenkit. Hát ehhez képest kategória 7-ek lettünk a 7-ből, úgyhogy az úgy annyira nem adta ki, és hát onnantól kezdve folyamatosan fejleszgetjük az autót, meg próbálkozunk így menni. A tavalyi év volt az, amikor teljes rally szezont futottunk, és igazából onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy azért már valamit elértünk a ralliban is. Tehát egy szilveszter rally is lehet az, mert 16-ban megnyertük, meg 15-ben voltunk Szlovákia Ring autósón ezzel az autóval, ott is volt egy harmadik hely, de én úgy gondolom, hogy azért a rally az csak arról szól, hogy fák között, a közúton, szűk helyen mindig improvizálni, hogy mindig más körülmény, mindig hozzászokni, és én úgy gondolom, hogy ez az idei év, vagyis hát a tavalyi év volt az, ami így rányomta a bélyeget arra, hogy akkor ebbe is van keresni valunk, mert az északi bajnokságot sikerült megnyernünk. Hát a kis polszki az onnan jött, hogy a Burkuságon ő rally túrázott vele, és én abban az évben nála kezdtem a Suzuki kupát, amikor 10-ben meg 11-ben nálam voltam, 11-ben meg is nyertem, és
neki volt ez az autó, felkészítették, és hát onnan jött, hogy akkor próbáljuk ki. Az egy nagyon, nagyon komoly kis gép volt, ilyen 180 lóerő körül volt, 6 sebességes szekiváltó, meg 8 injektor, meg mit tudom én, milyen nyalánkságok voltak benne. Nagyon komoly kis gép volt, csak hát a váltókarnál eltört egy kis retesz, és végül is volt az egész versenynek. A kettes Golf az meg úgy derült ki, hogy konkrétan 28-án kezdődött a verseny, és ilyen 20-án kéne indulni, kellene valami autó, aztán találtunk egy kettes Golfot, amit bérbe adnak, így elmondták, hogy hú mennyire jó, hát annyira volt jó, hogy a negyedik gyorson már tiszta pára volt az ablak, nem volt benne hűtővíz, mert hengerfejes lett, én kitéptem az ablakmosó tartályt, mert abban volt még víz, azt beleöntöttem a hűtőbe, de már be se indult, úgyhogy onnan jött a kettes Golf, aztán még elindultunk itt a rákövetkező évben Szirákvanyarcon. Ott is megállt, vagy voltak problémák, és akkor ott döntöttük el a Tomival, hogy jó, akkor többet nem bérelünk autót rallira, hanem csinálunk egyet. Nekem meg itt volt ez, mint az utcai autóm, csak nem ment már át a műszaki vizsgán. Nem mondom, akkor vágjuk szét. Aztán egy fél év alatt szétszedtük a belsejét, belekerült egy valamilyen cső, meg összeraktuk, és onnantól kezdve fejlődik ez az autó. Hát ez az autó, ez egy gyárilag egy ilyen 2 liter GTI volt, egy 140 lóvas motorral. Nem volt benne semmi extra. Nekem tetszett ez az autó. Én ahol voltam gyakorlaton, ott az egyik kollégám, aki így is hát tavaly jött velem szerelni minden versenyre, ő hozta belém a Nissan Sunny őrületet, mert neki volt egy 1.6-os ilyen Sunny-ja. Hát az úgy ment, mint a veszedelem, tehát én nem hittem el. Na mondom, akkor ebből kéne egy GTI. Aztán ez volt egy olyan három évig körülbelül az utcai autóm, és utána jött ez a pont, hogy nem ment át műszaki vizsgán, úgyhogy akkor kezdtük el szétvágni márciusba, vagy szétszedni, és novemberre készült el. Tatabánya Rally lett volna akkor, az lett volna az első versenye, és 3 napot szereltünk végig, tehát éjszaka-nappal. És indultunk volna el versenyre, felálltunk a trailerre, és elkezdett folyni a váltóolaj, és ott mondtuk, hogy jó, nem megyünk sehova, hanem akkor ez egy jel, hogy ott biztos, hogy nagyot estünk volna. A végleges formája az, ahogy most van, ezt így 16-ban októberben érte el, akkor kapta meg a két tengelyt a motor, meg az első féket. Még mindig lenne rajta mit fejleszteni, de igazából ez mind pénz, meg idő kérdése. A pénz, hogyha lenne, akkor az időt azt valahogy megoldanám. Csak így, hogy édesapám is kint jár külföldre, ő is kint dolgozik, kamionsofőr, én Budapesten dolgozok hétköznap, tehát itt nem abszolút csak a hétvégék vannak, amit tulajdonképpen vele tudok tölteni. És hát főként apummal szoktuk ezt szögelni, meg szoktuk fejleszgetni. Ő az elmei atya mindennek, ami benne van, úgyhogy igazából neki nagyon nagy szerepe van abban. Én azt gondolom, hogy ilyen 70%-os szerepe van abban, hogy az autó most olyan, amilyen, annyira megbízható, amennyire. Úgyhogy inkább a pénz, de mégis a pénzt mondom, mert nagyon sok mindent lehetne kitalálni, ami nem rajtunk múlna. Egy jobb váltó alá, egy jobb futómű alá, ilyeneket, egy jobb fék, mindig van mit fejleszteni. Na most ehhez meg pénz kell. Úgyhogy én inkább a pénzt mondom, hogy abból van nagyobb hiány. Gumival? Sehogy, igazából. Tehát nincsen új gumink. Tavaly egy ilyen 3 éves gumikkal mentünk, amik már használt gumik, úgy vettünk használt gumit. Úgyhogy hát a gumi az egy olyan pontja szerintem ennek a sportnak, amit mindenki úgy mond, hogy az, aminek nincs értelme abból a szempontból, hogy megveszed az új gumit, lehasználod és dobod ki. És semmi nem jön belőle vissza. Tehát az egyetlen egy olyan fogyó alkatrész, amire csak költeni kell, és a leggyorsabban eltűnik. Úgyhogy van egy szett vizes gumink, van téli gumink, van középkemény, meg még keményebb használtunk, úgyhogy ezzel próbáljuk majd megcsinálni az idei évet. Az a tökszög, meg királd, ózd, meg nem tudom, az volt az első ilyen versenyünk.
ott nagyon beégtünk, tehát ott volt először az autó úgy, hogy kész lett, oké, próbáljuk ki, semmit nem értünk el vele. Utána mentünk egy Cered zagyvarón át, a nagyot, tehát az mondjuk nagyon nagy tapasztalat volt így második versenyre, és ilyen egyszer, meg Vanyarcirákon indultunk még 14-ben, meg a Szilveszter rallik volt 13-ban ezzel az autóval, 14-ben ezzel az autóval, csak akkor mi a Tobival egy BMW-vel mentünk. A sors fint arra, hogy én akkor még nem nyertem az autóval, na most akinek kiadtam bérbe, ő nyert vele kategóriát, úgyhogy előbb volt győztes az autó más keze alatt, mint a mi kezünk alatt, és 15-ben volt az, hogy Szlovákia ringerre elmentünk, ott volt egy nagyon erős mezőny a mi kategóriánkban, ilyen R3-as Clio-k, meg Civic-ek, meg fú, nem is tudom még, tehát ilyen gyáriabb autók, vagy hát ilyen motorsportos autók, és ott tudtunk menni egy harmadik időt, így a végelszámolásban, úgyhogy ott volt az, hogy hú, akkor azért mégis annyira rossz ez a kocsi, mint amilyennek hittük. 15-ben elmentünk Szilveszter rallyra, ott egy másodperccel kaptunk ki a Berényitől, aki a gyárias motorsportos Civic-kel ment, ott nagyon el voltunk keseredve, és akkor 16-ban jött össze az, hogy megnyertük a Szilveszter rallyt. És az egy olyan pont volt, hogy akkor eldöntöttük, hogy jó, ha 17-re nem lesz semmi pályás dolog, akkor ugye 16-ban volt ez az oktáviás történet, hogy alig bírtunk eljutni futamokra, meg nagyon, nagyon kínszenvedéssel lett meg a bajnokság, nem volt semmilyen kilátás 17-re, illetve kilátás az volt, csak nem jött össze semmi, és akkor döntöttük el, hogy akkor 17-ben tolunk egy ilyen amatőr rally szezont végig. Ez sikerült is. És hát akkor volt az, hogy megnyertük az északi régióba az abszolútot, és az összetett abszolútba pedig, tehát az országosból pedig harmadikok lettünk. Nagyon sok kedvenc versenyünk volt, mert mindegyik újdonság volt, és mindegyik valamiben más volt, mint a többi. Én talán Borsod-Nádasdot emelném ki, ami itt volt északon, mert ott olyan meggyőző volt a tempunk, és ott volt először az, hogy végre ott vagyunk az elejébe, végre van miért küzdeni, nincsen műszaki hibánk. És talán az volt az, hogy olyan tempót tudtunk diktálni, amit nem is gondoltunk volna, hiszen ilyen emelkedős, szűk, kanyargós, visszafordítós pálya volt, ami a váltónknak nagyon nem kedvezett elméleti szinten, aztán ahhoz képest evókat is vertünk az első gyorson. Talán azt mondanám, hogy az volt a legjobb futamunk. Ott nagyon nagy küzdés volt a buksiékkel, a Bukuja Pistiékkel. A legnehezebb meg szerintem Zobák puszta lent délen, ahol annyira pattogott az autó, hogy egyszerűen nem tudtuk lekezelni. Tehát hiába állítgattunk, hiába próbáltunk máshol menni, egyszerűen nem lehetett kordába tartani, lepattogtunk az útról, majdnem össze is törtük, úgyhogy az volt a mélypont, illetve a mélypont, ami miatt szerintem csak harmadikok lettünk és nem lett meg a második hely, az pedig Porrokszentkirály, ahol körülbelül egy kilométer után a motorban megadta magát egy ilyen körülbelül 50 forintos alkatrész, úgyhogy ott azért estünk ki, és az volt még az egyik mélypont így a szezonban. De abszolút egy nagyon tanulságos szezon tudhatunk magunk mögött, és szerintem nem lehetünk elkeseredve az eredmény miatt, hiszen el tudjuk mondani azt, hogy igen, itt is letettünk valamit. Északon a külön, hát azt mondom, hogy Jukóbányát kivéve jó minőségű aszfalton futottak a versenyek. Kedvezett az autónknak, hosszú tempós pálya volt, elnyújtott kanyarokkal, ami a váltónknak is kedvezett, tehát a többiek nem hitték el, hogy ilyen 220 km/h körüli végtempókat diktáltunk. A rallikon, miközben a ladák meg ugye a többi autók az ilyen 170-180 körül elfogynak, hát nekünk még ott bőven volt fordulat, és mindezt negyedik sebességi fokozatban, tehát ötödiket nem is használunk. Délen nagyon nekünk, azt mondom, hogy nekünk nagyon rossz minőségű volt az aszfalt, ehhez a futómű az abszolút nem való, és nem bírja lekezelni ezeket a kis pattogós, huplis, dobálós részeket. Nyugaton pedig egy versenyen voltunk Oroszlányban, ott egy második helyet zártunk, a Géringer Zolikát nem bírtuk megfogni, de ott egy nagyon jó csatába volt részünk az egyik ladás kollégával, úgyhogy igazából így az összképet tekintve mindenhol voltak jó pillanatok, meg rossz pillanatok, de abszolút Észak a favorit nekünk. Vannak
még a mai napig megvannak a nyomai, így az autó elején. A lámpát már sikerült kicserélnem, de kazár az mai napig itt van, amikor elindultunk a rajtból, és egy 150 méter egyenes után, most nagyon nagyot megyünk. Elfordítottam a kormányt balra, na azzal a lendülettel már tekerhettem is jobbra, de annyit nem tudtam tekerni, mert lekoppant a kormánymű, és így belementünk 30-al szalagkorlátba, ott lámpa, meg a hűtőmaszk, meg minden. Minden ott sérült, a vonószemen is látszik még, meg itt a sárvédőn is. A másik pedig Árpád tető, amiről van is egy Facebookos videó, hogy hát ilyen kb. 195-ös tempóval, ott megint csak a Tomi tudná elmondani, mert ő mondta, hogy gondolkodott rajta, hogy elmondja, hogy jobb 11 elhiszed, hát mondta az elhiszedet is, én elhittem, csak a lassító sokkal közelebb volt, mint ahogy azt számítottam, és nem bírtunk egyszerűen megállni, és ilyen 80-nal beleforogtunk a lassítóba. Mondta Tomi, hogy az volt az első dolog, amit nézett, így kinézett oldalra, hogy teherautógumi vagy személyautó a lassító, mert ha teherautó, akkor tudja, hogy meghalunk, de szerencsére nem az volt, úgyhogy annak a nyoma is ott van. Az is egy nagyon küzdős verseny volt. Megmondom, a Porrok Szent Király az, ahol lejött ő a saját autójával, egy utcai Clio Sport, felírtuk nagyon jól a pályát, nagyon nagyot mentünk szerintem addig, amíg ki nem estünk, és így az első, hát nem az első, de körülbelül így az első nagyobb féktávon, ahol így negyedikből vissza egészen egyesig kapcsoltunk, ott a vezérműkerék az elforgott, és ott teljes letargia, teljesen nem hittük el, hogy kiestünk egy futamon ezzel az autóval, ami már konkrétan mióta versenyzünk, minden versenyen bevitt a célba. Az az egyedüli, amikor nem. Mostani szilveszter rally is érdekes volt, tehát az, hogy annyit szereltünk, hogy háromszor vettük le a váltót, meg raktuk föl, akkor volt benzin problémánk, volt lentkerék problémánk, az volt egy srác, aki Karácsony Gabi, ő ismeretlen volt a számomra, amíg ki nem jött. Éjszaka hívogatott, de már aludtunk, látta, olvasta, hogy lentkerék problémánk van. Éjszaka elment Vácra, vett egy Primerát, amiben SR20 volt. Telefonos világítással szétszette a motort, váltót, és 17:30-kor küldött egy képet, hogy letámasztotta a lentkereket a box utcába, vagy a box ajtónkhoz. Hát mondom, tehát, hogyha ezt mesélik nekem, akkor nem hiszem el, hogyha nem velem történik. Úgyhogy ő nagyon... Kérdeztem, hogy mivel tartozok, semmi... Valamivel hagyháláljam meg. Azt mondta, hogy úgyis unatkozott, úgyhogy nem kell semmi. Mondom, jó, tehát ez hihetetlen sztori. Megnyertük ugye az északi régiót, és most próbálunk följebb lépni. Van egy nagyon nagy segítség az MNAS részéről a fiatal pilótáknak, illetve az összetettben elért, jobb eredményt elért pilótáknak, hogy én úgy tudom, hogy nem lesz nevezési díj a Rally 2-be. Remélem, hogy így is lesz. Úgyhogy próbálunk feljebb lépni, próbálunk elindulni a Rally 2-be. Én 80%-ig mondom biztosra azt, hogy Egerbe ott leszünk. Megpróbáljuk addigra összerakni az autót, még van egy pár dolog, ami hiányzik, de igazából azon dolgozunk a Tomival, meg édesapámmal, hogy ez meglegyen. Úgyhogy a terv az, van más szakág, van más sorozat is, ami felé kacsingatunk, amit menedzserem, akinek szintén nagyon sokat köszönhetek, a Bendeimi, ő próbálja intézni azt a részét a dolgoknak, mi ezt a részét, úgyhogy lehet, hogy két bajnokság is lesz függetlenül egymástól. Nem tudom még. Egy biztos, a Nissant fogjuk látni, vagy fogjátok látni a rally pályákon, remélhetőleg Rally 2-be és az ORB mezőnnyel együtt, úgyhogy garantálom mindenkinek, hogy meg fogják ismerni a hangját. Hát ez egy nagyon, nagyon jó történet, meg nagyon szép történet, kár, hogy ő nincs itt. Ezt ő tudná nagyon elmesélni. Ez úgy indult ez a történet, hogy ahova jártam középsuliba, ő fölöttem járt egyel, és hát hogy nem osztálytársak lettünk. Úgyhogy nem én léptem feljebb kettőt, igen. Ezt el lehet mondani, ezért Tomi, remélem nem haragszol meg. És az első napon leültem a padra, és hát így hátrafordultam, ő ült mögöttem, hátrafordultam, hogy bemutatkozott, hogy szia, Tim Gábor vagyok, és akkor így rám néz fapofával, hogy neked nem kell beszélgetni velem, mert hogy mi nem leszünk sose jobba. Na, mondom, erről mesélj már. Hát én ismerlek és nagyon utállak. Hát jó, mondom, hát ez van ez így, úgyhogy a navigátorral ez volt az első közös dolgunk. Aztán végül csak jobba voltunk. Azért utált engem, mert később kiderült, hogy ő lejárt effertézni az únójával, az utcai únójával, és mikor meglátta, hogy én megyek a Suzuki-val edzeni, akkor ő nagyon ideges lett, mert nem tudott soha elverni.
pedig utcai gumival próbálkozott, de hát így nem sok sikere. Egyszer volt, amikor harmadik lehetett volna, azt emlékszem, azt mesélte, és én meg nem mentem le, hát akkor lett csapágyas neki az autója, úgyhogy az se jött össze neki. Úgyhogy a mi történetünk az így alakult, de a kezdeti nehézségeket leküzdöttük, és most már egy nagyon jó kapcsolatot építettünk ki, és nagyon összeszoktunk. Az egyik legjobb barátom a magánéletben is, remélem ez fordítva is így van. Úgyhogy így alakult ez a navigátoros sztori. Ez egy ilyen családias történet. Az Imi, hogyha tud, akkor ő lejön, ő intézi így a média részét, leadja a nevezést, videóz, fényképez, stb. Kamerákat intézi bele az autóba, legyen onboard felvételünk, meg a weboldalamat kezeli. Édesapám a nagyon nagy láncem, aki intézett egy service boost, amivel tudunk járni így a szezon felétől már. Ez egy nagyon jó kis Hyundai gépjármű, amiben pont befér minden. Akkor van egy nagyon jó barátom, aki jár, amikor édesapám nem tud jönni szerelni, akkor ő jött, és ő tud is vezetni, mert neki van E-kategóriája, úgyhogy ő jött velem a Molnár Gabi Gyöngyösről. Tőle tanultam egyébként az autószerelésben nagyon sok mindent, sőt, 90%-ban mindent. Úgyhogy neki is nagyon sok mindent köszönhetek, és illetve a Tomi, meg én vagyunk úgymond a csapat, tehát így mi intézünk mindent, bepakolunk itthon éjszaka vagy este felé, és próbálunk úgy teljesíteni, ahogy sikerül. Nővéremnek nagyon sokat köszönhetek, mert az autó az övé, tehát őtőle kapom mindig versenyekre, úgyhogy és nagyon sokat segít ő is, mind anyagilag, mind mindenhogyan. Az egész karrierem során édesapámmal nagyon sokat segítettek, úgyhogy igazából a csapat az ennyi, nem kell ilyen nagy dolgot gondolni. Még a gokártos sátrunk van meg, azzal azt szoktuk felállítani, és azzal megyünk tulajdonképpen. Úgyhogy így nagyjából így áll fel a csapat. Az autó az én utcai autóm volt. A gyakorlati részéről azt édesapám tudna egy pár szót mondani így részletesebben. A gyakorlati síkon ő volt a megtestesítője az én kitalált dolgaimnak, úgyhogy ezt majd ő elmondja. 2000-es motor volt benne, tehát nem ez a változó szerepvezérlésű, még az eredeti motor volt benne. Ez miután lefutotta az idejét, ugye hát elég sok ilyen karosszéria hiba, meg ilyesmi volt rajta. Úgy döntött, hogy versenyautót csinál belőle. Hát én mondtam, hogy egyefene, fogjunk hozzá. Itt szépen a garázsba szétszedtük, elemjeire mindent kivettünk belőle. Itt lett kint az udvaron lefényezve, ami hát nem egy profi munka volt. Nem volt szép, de jó csúnya. Mivel akkor még ő javarészt pályaversenyzéssel foglalkozott, inkább arra készült, hogy ilyen amatőr versenyeken részt vegyen, illetve tesztelni, gyakorolni tudjon mivel. Utána döntöttünk úgy, vagyis hát döntött úgy a fiam, hogy sikerült szerezni belé ezt a másik motort, ami jóval erősebb. Hát jóformán ketten, illetve hárman, négyen barátaival, kollégáival raktuk össze úgy, ahogy most van. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá is, meg az autóra is, mert hát hál' Istennek az eredmények mutatják, hogy mit tudott elérni. Amire nagyon büszke vagyok, ez a saját találmányom, és nagyon úgy néz ki, hogy ez be is vált, mert azt mondják, hogy 8 róerőt hoz pluszba. A gyári motorháztető ugye az nem ilyen, ez is egy Nissannak a motorházteteje, de ez már egy műanyag. Ugye ennek az a lényege, hogy elő megvan a levegőbe ömlő, ahhoz terveztem hozzá ezt a légtárcát, amiben bele van téve ugye a levegőszűrő, mert én nagyon sok hasonló típusú autót néztem, ahol
ahol egy sportszűrő ide van kivezetve, és innen szívja a levegőt, aminek, hogy mondjam, én szerintem nem sok eredménye van, mert ez itt eléggé le van zárva. Innen meg azért menet közben kap olyan torlónyomást, hogy mint egy kis turbó tulajdonképpen úgy szerepel. Mondjuk én már elég idős vagyok ehhez a dologhoz, de azért mentünk vele úgy, hogy nagyon jó reagál mindenre, tehát motorikusan is, futóművőleg is, mondjuk az versenyeken nem igazán jó, de így közúton nekem nagyon tetszett. Tavaly én vittem el műszaki vizsgára Vácra, úgyhogy... Van ott még az öreg tarsajában, amit még nem mutatott meg, úgyhogy még tőle is lehet igen tanulni. Hát mondjuk én is azért évekig autóval foglalkoztam, mondjuk nekem nem autószerelő a szakmám, de világ életemben az autókkal foglalkoztam, úgyhogy... Szerintem a gyakorlati részt azt inkább én csináltam, az elméleti részét azt a fiam, mert ő jobban érti, hogy... És a kettőt összekombináltuk, így jött össze, amit itt lehet látni. Ahogy említette is, ebben most egy japán belpiacos motor van, tehát ez egy változó szelepvezérlő, SR20VE kódnévre hallgató motor. Ezt Európában nem gyártották ezt a motort, ez csak japán piacra készült, ez gyárilag tudott 187 lóerőt főtengelyen. Hát a legutóbbi mérésnél, ami ugye a légtárca is nagyon sokat hozzátesz, illetve ez a külső hideg levegőt szív a motor, most körülbelül olyan 200-205 lóerőnél járunk. Színgyári az alja, tehát semmi nem lett hozzányúlva, annyi, hogy egy másik gyári motornak van benne a vezérműtengelye, aminek nagyobb a nyitása és nagyobb a nyitási foka. Több ideig van nyitva a szelep, úgyhogy a motor része az nagyjából ennyi. A váltó az teljesen gyári abból a szempontból, hogy szinkronos váltó, a fokozatok gyári kiosztásúak, annyi, hogy van benne egy valamennyivel rövidebb végáttétel, meg egy sperdifi, de igazából így is egyik versenyen sem használunk ötödik sebességi fokozatot, és elméletileg 283 km/h a vége, hogyha tudná az autó. Úgyhogy nagyon szoktak nézni, amikor így mondom, hogy hát itt 215-tel mentünk, hát nekünk már a 165-nél vége van, meg ilyenek, tehát ökröknek hisznek minket. A fék elől van egy 4 dugós Wilwood, fék, hátul pedig egy R32-es Skyline-nak van rajta a féknyerge, de a pedál, tehát nem pedálgép van benne, hanem a gyári fékrásegítés a gyári főfékhengerrel, úgyhogy egy inkább gyárihoz közelít a fékrendszere, mondom, egyedül a féknyergek, amik nem gyáriak. A futómű az pedig egy D2 Racing Sport, tehát egy D2 Sport nevezetű gyártó. Tőlük kaptunk így egy kicsi kedvességet erre a futóműre, ami a sima aszfaltokra nagyon jó, de a dobálós aszfaltokon már annyira nem tud működni, mert nagyon rövid az útja. És igazából ennyi az autó, tehát itt nem csodákra kell gondolni. Mindenki azt hitte így az idei szezonban, hogy ez csalós autó, meg hogy ez turbós autó, meg hogy ez összkerekes autó, meg hogy Skyline motor van benne, és hogy 250 lóerő, meg 850 kiló, meg tolós váltó van benne. Hát erre én csak azt tudom mondani, hogy ide kell jönni, meg kell nézni, menni kell vele egy kört, aztán hogyha azt mondja még ezután is, hogy ez csalós autó, akkor odaadom neki trailerem, nem fogja tudni azt mondani.